Rendhagyó kemenceépítő tábort szerveztek a nagybányai Teleki Magyar Házban, ahová ezúttal nem gyerekeket, hanem felnőtteket vártak. A cél egy működő sütőkemence felépítése a Magyar Ház udvarán, ahol házi kenyeret, süteményeket süthetnek majd a saját rendezvényeikre. Ezen kívül a kemence közösségi igényt is szolgálni fog. Tégláról téglára épül a kemence a nagybányai Teleki Magyar Ház udvarán, azért, hogy majd a végén így nézzen ki. A táborlakók azért jöttek ide, mert saját maguknak is ilyen kemencét szeretnének építeni. Otthon nálunk már megvan a helye, ahol fel szeretnénk építeni, és társainkkal itt Kalákában majd összeállunk, és megalkotjuk majd. A táborba 10 felnőtt érkezett. Volt, aki csak most ismerkedett ezzel a mesterséggel. A résztvevők egy magyarországi mester gondos irányítása alatt helyezték be a téglákat. Ez a magyar hagyományokból táplálkozó mai korban felépült kemence. Szóval mi a titka az, hogy minél tovább benn maradjon a meleg, tehát nem az a fontos, hogy hamar fel lehessen fűteni és hamar leadja, hanem hogy sok fűtéssel sokáig lehessen benne sütni. A nagybányai Teleki Magyar Házban egymást követik a gyermekprogramok egész évben. A kezdeményezők elmondták, egyre nagyobb igény van a felnőttek részéről is a közösségépítő foglalkozásokra. Így született meg a kemence építő tábor gondolata. Fontos a fiatal felnőttek körében is a közösségépítés. Úgyhogy ez a kemence építő tábor ezt is próbálja szolgálni, hogy megint egy kis olyan napközösség is összegyűjjön a felnőtt táncházunk mellett, meg a fiatal felnőtt kézműveseink csoportja mellett, vagy a felnőtt cserkészek mellett legyen egy ilyen kis közösség, akik ők most megépítették a ház kemencéjét, amit aztán majd mindenki fog használni. A magyar házvezetői jövőre is folytatnák az idén elkezdett felnőtt táborok sorát.